A beruházási tervek szerint először 135 ezer négyzetméteres csarnok épülne, majd ezt követné 6 kisebb. Az amerikai vállalat 40 futballpálya nagyságú területet építene be Hegyéten Nagyudvarnok és Dunaszerdahely lakóövezetéhez közel. Ez ellen tiltakoznak a lakosok és a regionális politikusok is. A helyszínen terepszemlét tartott Nagyszombat megye Környezetvédelmi Bizottsága. A megyei képviselők és a helyi polgármesterek nem értenek egyet azzal, hogy a szakhatóságok nem követelik meg a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítését a beruházás megkezdése előtt. Ez a hatástanulmány azért fontos, mert itt érvényesítenek azokat a szakmai szempontokat is, amiket itt az egyszerű emberek is éreznek. Tehát, hogy milyen hatással lesz a zaj, a közlekedés, és nem csak a falura, nem csak a környező utcákra, hogy itt egyesek próbálták ezt prezentálni, hogy a szomszéd utca, ez nem a szomszéd utca kérdése, ez az egész megye kérdése, hiszen az, hogyha ide vonzuk fél Európából a kamionokat átrakodni, akik eddig nem erre jártak, akkor az egész megyei úthálózatot is le fogja terelni. Semmiképpen egy ilyen helyre, egy ilyen jó termőföldre nem fogjuk javasolni azt, hogy ekkora óriási befektetés létesüljön. Dunaszerdahely városa már korábban is követelte a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítését. Hájó Zoltán Dunaszerdahely polgármestere szerint a beruházás jelentősen növelni a teherforgalmat az utakon, mivel a logisztikai központ 150 kamion beállóval számol. Mindez komoly hatással lenne a környezetre és az itt élő emberek életére is. Szükséges a fuvarozás tekintetében megvizsgálni azt, hogy merre haladjon a kamionforgalom, és azért tudjuk azt, hogy a jelenlegi tranzit kamionforgalom is észak-dél irányában a megyei utakon zajlódik. Azáltal, hogy nincs első osztályú út, például Dunaszerdahely és Galánta között, így ebben a szempontból még nagyobb lenne a terhelése a már most is eléggé megterhelt megyei utaknak. Sokkoló, hogy ilyenek megtörténhetnek, hogy egy polgármester ilyenekről dönthessen egymaga. Ez egyszerűen abszurdum. A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal előjárója szerint egy ekkora mértékű beruházásról, amely első fázisban 2000 munkavállaló felvételével számol, kormányszinten kell határozni. Gyeraj Mihály nem ért egyet azzal sem, hogy a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal környezetvédelmi osztálya és a nagyszombati székhelyű járási hivatal sem kérte a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítését. Rámutatott arra is, hogy a beruházó más kérvénnyel fordult az önkormányzathoz és mással a szakhatóságokhoz. Az önkormányzat jóvá hagyta 7 csarnoknak a megépítését az önkormányzati gyűlésen. Természetesen, hogy a befektető csak egy csarnokot nyújtott be a környezetvédelmi hatástanulmány eljárásba, de itt is már ellentétben van az, amit benyújtott a befektető az állami hivatalba, és az között, amit ő benyújtott az önkormányzatnak jóváhagyásra. Patas Ilona, a szlovákiai agrárkamara elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy óvni kellene a csallóköz alatti ivóvízkészletet és a jó minőségű termőföldet. Szerinte sem lehet mindent beépíteni. Nagyszombat megye egy kerekasztal beszélgetést kezdeményez a beruházásban érintett felek részvételével. Megvizsgálják továbbá azt is, hogy a beruházás összhangban van-e a megyei fejlesztési tervvel. Amennyiben nincs, akkor a lakosokhoz hasonlóan a megyei önkormányzat is bírósághoz fordul.